trianoni emléknaphoz kapcsolódva több program is várta a Dombóvár környékieket. A Bekes Táncegyüttes előadása az Ember az embertelenségben címet viselte, amely a magyarság hányatott sorsát elevenítette meg, mesélte a színház igazgató. 20. századi Kárpát-medencei vagy akár európai emberrel történt események az első világháborút megelőző idilli állapotoktól egészen a napjainkig a kivándorlás eseményeig. Ha nem is teljesen a kronológiát követjük, azért megjelenik az első világháború a Trianon, az ország szétszakadása, a második világháború, a kommunizmusra utalunk bizonyos jelenetekben, meg a mostani pörgős, amikor úgy hontalanul mindenki a saját maga batyujával elindul a nagyvilágba. Úgy gondolom, hogy inkább a lelkületre próbáltunk odafigyelni arra, hogy mit is érezhettek azok az emberek a háborús állapotokban, tehát a félelem, bizonyos életérzések megjelennek az előadásban. A Nemzeti Összetartozás napján a trianoni békediktátum következményeiről emlékeztek meg Dombóváron, ahol Zsikó Zoltán, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke osztotta meg gondolatait a megemlékezés résztvevőivel. Kevesen vannak a világban, vagy talán nincsenek is olyanok a világban, akik a területeinek ekkora részét és a népességének ekkora részét veszítették el különböző rossz döntések és rossz politikai döntéseknek a következtében. 2010-ben döntött úgy az országgyűlés, hogy nemzeti kormány, hogy az összetartozás napjává nyilvánítja június 4-ét, és tette mindezt azért, mert hogyha megnézzük a mai Magyarország területét, akkor azt láthatjuk, hogy területeinek kétharmadát elvesztette az ország ezeknek a rossz politikai döntéseknek a következtében, és olyan területeket veszítettünk el, ahol szintiszta magyarság él, hál' Istennek, a mai napig. Gondolok itt Csallóközre, a Felvidékre, gondolok akár Székelyföldre, vagy a Párciumra, vagy gondolhatok akár a déli elcsatolt országrészekre, vagy gondolhatok akár a muravidéki magyarságra, és még sorolhatnám. A Kalóz Zoltán gondolatai azt gondolom, hogy mindannyiunk számára irányadók és mérföldkövek, aki azt mondta, hogy tulajdonképpen addig leszünk magyarok, amíg magyarul énekelünk, magyarul táncolunk és magyarul beszélünk. Én azt gondolom, hogy ha ezt a hármas egységet megtartjuk, akkor a jó Isten a következő 1000 évben is meg fog tartani minket itt a Kárpát-medencében, ilyen jó erőben és egészségben. Én ehhez kívánok mindenkinek Isten áldását. A Dombóvári József Attila Általános Iskola színvonalas műsorral készült ez alkalomra. Megtanultam, megőrzöm. Tanítom és továbbadom. A szüleim nyelvét a gyerekeim hangján elveszni nem hagyom. Megtanultam, megőrzöm. Tanítom és továbbadom. A szüleim nyelvét a gyerekeim hangján elveszni nem hagyom. A megemlékező műsort követően az önkormányzat képviselői, a civil szervezetek, intézmények vezetői helyezték el koszorúikat és mécseseiket az emlékműnél. A méltó megemlékezést követően került sor Szőlőhegyen a Nepomuki Szent János szobor ünnepélyes átadására és újraszentelésére. A folyók, hidak, hajósok, vízimolnárok, halászok védőszentjének szobra a Dombóvári Városvédő és Városépítő Egyesület jóvoltából újulhatott meg. Harangozó Éva osztotta meg gondolatait a megjelentekkel, aki kiemelte, hogy a többször felújított szobor tanúja volt két világháborúnak, számos árvíznek, építkezésnek. Az ünnepélyes leleplezést követően Hegedűs János, katolikus plébános újra szentelte a 145 centi magas, homokkőből készült, eredeti színeket kapott szobrot. A felújított szobor továbbra is óvó tekintettel figyeli az arra közlekedőket Dombóvár Szőlőhegy elágazónál.